A Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása a Petőfi Sándor emlékév alkalmából jött létre. A múzeum busz első állomása a költőszülővárosa Kiskörös, amelyet közel egy éven át számtalan további település követ majd. Az utazó kiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitársunkhoz jusson el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva egyedi megközelítésből mutatja be Petőfi személyiségét, munkásságát, ismert darabjait. A kiállítás címét adó Átrepülök hosszában hazámon a Dalaim című vers részlete, amely nem csak Petőfi utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki. A kiállítás képzeletbeli utazásra hív. 1845-ben felszállunk a gyors szekérre Petőfi mellé, hogy a költő a változó szerencse szekerén felidézze számunkra a múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkészze jövőjét. A tárlatot a délelőtt folyamán az általános iskolások, délután az érdeklődő lakosok is megtekinthették a Petőfi 200-at.